A 34. Zsoltár 9. versében azt olvassuk: Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Menedék. Hely, ahol biztonságban érezhetem magam. Menedék, ahol megpihenhetek, kialhatom magam. Kisimulhatnak az idegek, a befeszült izmok. Nem luxust nyújt, hanem az életfeltételeket biztosítja. Nem safe space, amelyet szebére szabott igényekkel párnáznak ki, de átsegít a krízisen. Átvészelhetem a nehéz időket. Meghúzhatom magam, amíg elmúlik a vész. A Zsoltár író valós történelmi eseményhez, személyes tapasztalathoz fűzi az Isten dicsérő himnuszát. Amikor Dávid Saul elől menekült, állandóan veszélyben forgott az élete. Ekkor élte át, érezte meg igazán, hogy egyedül Istennél talál biztos oltalmat és menedéket. Itt a Deák téren, a múzeum pincéjében berendezett óvóhely emlékeztet a vészkorszak idejére. Spártai egyszerűséggel berendezett helyiség, lavór a mosakodáshoz, régi zománcozott edények, amiből éppen enni, inni lehet. Lópokróc, hordágyból készült alkalmi fekhely, gardrób helyett katonai deszkaláda. Keken András és Sztéló Gábor lelkészek több ezer gyermek és felnőtt számára nyújtott menedéket ennek a háznak a falai között, hiszen ők maguk is Istennél menedéket talált emberek voltak. Tudták, hogy boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ez ma sincs másként. Isten irgalma, kegyelme, szabadító szeretete éppen ott ragyog fel, ahol a legnagyobb a vész, a nehézség, a vesztesség, a fájdalom. Ő éppen ott és akkor nyújt menedéket, amikor a legnagyobb szükségünk van rá, amikor az emberi lehetőségeink végére értünk. Mert igazán ekkor tudjuk értékelni, érezni, tapasztalni, meglátni az ő jótékony menedéket nyújtó jelenlétét az életünkben.